Az ember legnagyobb tévedése. Az első lecke a világról. Az ember egész történelmén keresztül annak az alaptalan téveszmének volt a fogja, hogy azt hitte magáról beavatott. Azt hitte magáról, hogy ő fontos, hogy őt beavatják, hogy ő vele bárki is törődik. Azt hitte, hogy azok az emberek ott fenn, akik irányították az életét, az ő érdekében teszik, amit tesznek. Hogy voltak éppen egymásért dolgoznak, mert ez a természet rendje hogy a kapcsolatuk, a viszonyuk, legyen bármilyen távolságtartó és szertartásos is, baráti. Az ember teljesen elképesztő módon hitt és hisz abban, hogy tudja, mi történik ott, ahol nincs jelen. A kolostorok, szentélyek, templomok rejtekén, a paloták, kastélyok, várak vastag falai között, a laboratóriumok, tudományos akadémiák, országházak és tárgyaló termek zárt ajtói mögött. Azt hitte és hiszi, hogy tájékoztatják őt az igazságról, a teljes igazságról. Ám az embert különös vakhite ellenére a hatalom birtokosai soha sem avatták be. Azt szeretném önnek elmondani, hogy az ön állítólagos tudása az esetek nagy részében puszta illúzió. Ön azt hiheti, hogy sok mindent tud, hogy ismeretei szerte ágazóak és alaposak, hogy a tudomány fény, ami beragyogja az ismeretlen sötétséget. Ön minden bizonyal azt hiszi, hogy ismeri a tényeket, hogy tisztában van azzal, hogy mi van és mi nincs, hogy tudja, mit fedeztek már fel és mit nem, hogy egész pontosan meg tudja mondani, hogy a tudománynak milyen is az az annyit emlegetett mai állása. Ön szentül meg lehet győződve arról, hogy az éjsz, az ebola és a többi betegség létezik, halálos és gyógyíthatatlan. Azt hiheti, hogy a kihullott haj, a kiesett fog, az elveszett végtag nem növezthető ki. Szentül hiheti, hogy a tudósok keresik a földön kívüli élet nyomait, de nem találják. Hiheti, hogy az evolúció létezett, és úgy történt, ahogyan le van írva, és nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek az ember keletkezését sokkal régebbre teszik, mint ami az ember eredetéről szóló hivatalos könyvekben áll. Ön hiheti, hogy a Földön ez ideig még sohasem létezett technikailag fejlett civilizáció. Ön hiheti, hogy a bűnözés legyőzhetetlen szörny, és a háború az ember természetéhez tartozik. Hiheti, hogy a világegyetem az ős robbanással kezdődött, és hogy most tágul. Hiheti, hogy a normandiai partraszállás zseniális katonai lépés volt. És hihet még száz és ezer és millió dolgot, szentül meggyőződve arról, hogy ezek bizony így vannak. Sorolhatja érvek tömkeregét, amelyek mindegyike alátámasztja, hogy ezek a dolgok tényleg így vannak. Ám ellenérvből elég egy is, hogy a tudás eme illuzórikus kártyavárai összedőjenek. Ön a felsorolt dolgok egyikét sem tudja. Ezek ugyanis nem tények, csak közlemények. Amit ön kap, azok csak és kizárólag közlemények. Ön nincsen tudatában annak, hogy mi hogy van, csak annak, hogy egymást közöltek önnel, mondván, hogy azok így és így vannak, és nem másképp. Az ön teljes világképe a média által átadott közlésekből áll össze, és nem tartalmaz tényleges tapasztalatot. Azt mondhatnám, hogy ön nem áll semmiféle kapcsolatban az úgynevezett tudományjal, a technikai fejlesztéssel, az űrkutatással vagy a kormányzattal, csakis a médiával. Mindent onnan tud. A média két részből áll össze. Az egyik a tartalom, a másik az eszköz, amivel azt elterjesztik. A tartalom a legtöbb esetben csupán ideológia, vagy olyan közlemény, ami egy ideológiát támaszt alá, az eszköz pedig a tömegkommunikáció. A média nem csak a tévé, a rádió és a sajtó. A média technikai oldalához tartozik minden olyan csatorna, amelyen át tömegeket lehet elérni. A média részét képezik a színházak és a mozik épp úgy, mint a tankönyvek, a regények, az internet, az osztálytermek és a nyilvános tömegmegmozdulások. Minden a tömegkommunikáció részét képezi, amin keresztül gondolatokat lehet eljuttatni a tömegekhez. Ön néhány évet iskolában töltött el, ahol elolvasott X számú oldalt, meghallgatott N számú előadást, és esetleg még néhány szemléletes kísérletet is módjában állt végignézni vagy elvégezni, majd az iskola után újabb könyvek elolvasása következett, és még nézte a tévét is, meghallgatta a rádiót is, és izgalmas vagy unalmas beszélgetéseket folytatott arról, amit látott és hallott. Majd szentül meg volt győződve arról, hogy tud valamit a világról. 1961-ben a CIA megpróbálta meggyilkolni Fidel Castro-t. Ezt az akciót hívják disznó akciónak. Ön ezt tudja? Onnan tudja, hogy mondták önnek, hogy így volt. Ha nem mondták volna, nem tudná. Ha másképpen mondták, másképpen tudja. És ha mást mondanak, más tud. Így megy ez. Ilyen egyszerű, és ennyire nincs köze a valósághoz. De vegyünk egy másik példát, ami egészen más nagyságrend, mint a kubai ügy. Tudja, hogy merre vannak az Orkney szigetek? Ez a terület Észak-Skócia legészakibb része, a Benmore szint hegytől észak-keletre található. Történt ott valami 1903. február 19-én, kora hajnalban. Hallott róla? Nem. Pedig nem éppen jelentéktelen esemény színhelye volt Skócia legkietlenebb vidéke a múlt század elején. Annyira nem jelentéktelen, ami ott és akkor történt, hogy annak egyenes következménye volt az első és a második világháború, a koreai háború, a vietnámi háború, a két afgán és két iraki háború, és további, mint egy negyven kisebb-nagyobb helyi háború, sőt maga a hidegháború is. Láthatja, nem apróságról van szó, mégis olyan szigorú titokként kezelték, hogy a mai napig is mindösszesen 22 ember lett beavatva a részletekbe. Én voltam az egyik. Az elmúlt bő egy évszázad majd minden háborúját szándékosan robbantották ki valami miatt. Ami egy embertelen, elhagyatott tájon történt, egy sötét, Okolian hideg korahajnali órában 1903 elején. A háborúk azért voltak, hogy fegyvereket, fegyverrendszereket, katonai taktikákat teszteljenek és fejlesztenek, és hogy viselkedési mintákat ültessenek el az emberi fajban. És mindez azért történt, mert egészen pontosan 1903. február 19-e óta tudjuk, hogy 2012. december 26-án meg fogják támadni a földet. És ez a rengeteg háború csak a felkészülés, az edzés egy igazán nagy háborúra. Hallott erről? Nem. Nem baj. Én sem. Csak most találtam ki. Amennyire én tudom, semmi hasonló nem történt semmikor. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ön összetéveszti a közleményeket és a tényeket. Nevezzük bár vallási fanatizmusnak vagy vakbuzgalomnak azt, ahogyan ön a médiát kezeli. A lényeg, hogy a média a félrevezetés és a manipuláció legfőbb eszköze. És ne feledje, nem csak a tévé és az újságok alkotják a médiát. Az eszméket, az elméleteket, a tényeket és a hazugságokat menedzselni kell, épp úgy, mint egy sztárt vagy egy márkát. Publikálni kell, bemutatni minden elképzelhető fórumon, és annyiszor, amennyiszer csak lehetséges. Az emberek életének a részévé kell tenni. Fel kell rá hívni a figyelmet. Ha mindezt nem teszik meg, nem fog elterjedni. És ha nem terjed el, az emberek nem fogják azt hinni róla, hogy igaz. Fellengzősen rá lehet mondani valamire, hogy ezt így és így gondolják az emberek, vagy hogy ez és ez a közvélemény, de az ilyesmi egyáltalán nem lehet érv amellett, hogy a dolog igaz. Megvan annak a módja, ahogyan valamit publikálni lehet, ahogyan valamiről előadást lehet tartani, ahogyan valamivel be lehet kerülni a tévébe, és ahogyan valamivel kapcsolatban el lehet nyerni a tudós társadalom, stb. támogatását. Ez megint csak nem annak a dolognak az igazságtartalma. Egy információ elterjedésének kritériumai sokkal inkább az ismertség, a pénz, a szimpátia és más efélék, mint sem az információ igaz volta. Tudja, az inkvizitorok nem néztek bele galilei tápcsövébe. Nem érdekelte őket. Az emberek többsége soha semmilyen információt nem ellenőriz. Netán azt hiszi, hogy a tudományos lapok főszerkesztői bizonyítékokat követelnek a cikkek íróitól. Itt tehát, amit ön tudni vél, azt nem azért tudja, mert igaz. Nem az igazság tartalom a döntő. Mindaz, ami úgymond köztudott, egyszerűen csak menedzselt információ. Semmi több.